Igen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! A Jóisten saját képmására teremtette az embert, abból a célból, hogy kövesse őt, ego sum via, mert ő az élet ego sum vita, és rajta kívül nincs igazság, ego sum veritas. Útmutatót, módszertant is biztosított hozzá az írást, lelket és képességeket, hogy megértsük, és szabad akaratunkból az Istennek tetsző emberit választhassuk. A hit, gondolkodás, alkotás képessége emelte ki az embert az élő világból, úgy, ahogy elterveztetett. Az ember élt adottságaival, érzékelt, gondolkodott, hitt, és megpróbálta mindazt, amit látott, hallott, feldolgozni, átszűrni gondolatain és érzésein, és kifejezni szavakban, képekben, zenében. Miközben szaporodott és sokasodott, és birtokba vette a földet, eget és tengereket, és megszervezte saját életét, családját, közösségeit, településeit és azok szövetségeit, megpróbálta nagyon sokféleképpen meghatározni saját magát, viszonyát a többiekhöz, a természethez és a természet felettihez. Ábrázolni életét, kifejezni érzéseit és gondolatait. Már a kezdetekben érzékelte a földi életen túli világot, és tétován próbálta megfejteni titkát, kapcsolatot keresett vele. Az ösztönvilággal kezdődött a világirodalom. A szenvedélyekről szóljatok, múzsák, írta Homérosz az Iliász első mondataként. Az emberek és isteneik mindent elsöprő szenvedélyéről, a szabolátlan vágyról, a harcról, az intrikáról, gyilkolásról a földön és túlvilágon, amelyből Odüsszeusz, a nagy utazó, felismerve, hogy az ember legnagyobb ellensége a hübrisz, azaz saját maga lehet, megtér az Odüsszeiában a hárfák zenéjéhez, a békéhez, a családjához, megtért hazájába, Itakába. Szapho és az epikúreuszok még az ösztönvilág két alapvető tartományának szélső határait tolták a sztoán és a szkepszisen túl, de Szofoklész Antigonéja lelkében már tragikus harcot vív a testi szerelem és a haza szeretetének a vágya. Aiszkülosz Prométeusz a megszánja, megszenved érte és megváltja az emberiséget. Az Oreszteiában és Élektrában a hit az erkölcs legmagasabb rendű formájává emelkedik. Platón Szókratésze, ha egyáltalán létezett, logikus gondolkodással felismeri a sok között az egyetlen Istent. Testét megölték, de szelleme itt van. Ezek az emberek barlangokra, vászákra, falakra karcolták az egyre tökéletesebb testű földi embereket és földi isteneket, márványba faragták, és gyönyörű templomokban imádták őket. Mindent tudtak a földi létről. Többet, mint előttük bárki más, többet, mint utánuk Róma, ami megszervezte az államot a rendvédelmére, a hadsereget is, a jogrendszert pedig a biztonságra. Leigázták a görögöket is, de hiánytalanul megőrizték szellemi és művészeti örökségüket, sőt, Vergilius az Éneiszben
2000 év alkotásait, kultúráját, bölcseletét, művészetét, egy nemzet küldetését, felelősségét foglalta össze a Földön és a Hádészban. A létről, a lélekről, a küldetésről értekezik, és visszaköszön Dante, Tasso, Goethe, Vörös Marti, Madács és Arany lírájában és bölcseletében. A mennyország azonban Isten fiában érkezett a Földre, aki elhozta, lefordította nekünk, megmagyarázta számunkra a jó hírt, hogy helyesen értelmezzük az igét. A jó hír szétterjedt a világban, alapvetően megváltoztatta hitünket, erkölcseinket, életfelfogásunkat, életmódunkat, meghatározta az élet célját és a módszert, hogy megvalósíthassuk azt. Azóta senki nem mondhatja, hogy nem találkozott vele, legfeljebb azt, hogy nem ismerte fel, vagy nem ismerte meg. Krisztus az üdvöt hozta, megváltotta az embereket, mert összekötötte a teremtményt a teremtővel, kiteljesítette az ókor tétova szakralitását, létrehozta a csak az embert jellemző gondolkodás és hit helyes arányát. Ebből alakult ki az egyház iskolái, az egyetemek, az ispotályok, a tudomány és a keresztény kultúra, teológia, majd irodalom, zene, festészet, keresztény szobrászat és építészet. Ebbe a világba érkezett etelközből a belső Ázsiában és a Kaukázus környékén kialakult ífeszítő népek szövetsége, csodás származású, égi küldetés tudattal megáldott nagy fejedelmük vezetése alatt, ősi nyelvükkel, zenéjükkel, sok gyökerű népi művészetükkel, kultúráikkal, hagyományaikkal, hadművészetükkel, egyedi gondolkodásmóddal, és alkottak erős, szuverén, integer steppei államot, minden népet, kultúrát, vallást beengedtek és sajátjukba építettek. Ezt az ősi örökséget teljesítette ki új szakralitással a kereszténység, amelyet napjainkig megőriztünk. Ennek az égi szakralitásnak keresztény gyümölcse az apostol király, és a sztepeitől, de még a frank típusútól is különböző magyar archirégnum, a Regnum Marianum. Nem a segítő Máriáé, hanem Mária királynőjé, a megváltó szülőanyjáé. Felvállalták küldetésüket, vérrel és szenvedéssel váltották meg országukat, népüket, hitüket, kultúrájukat, identitásuk fontos elemeit a rombolás és a pusztulás századaiban is. Talán ennek az áldozatnak köszönhetjük, hogy zömmel kimaradtunk az emberi mulasztások és hibák sorozatából, amelyek a keresztény művészetek, teológia és irodalom fénykorában, az érett reneszánszban megrázták és átalakították a világot. Megbomlott a hit és a ráció egyensúlya. A mélyen hívő tudósok leírták a mechanika alaptörvényeit, amelyből okoskodó emberek arra következtettek, hogy a természeti törvényekből levezethető a teremtés és a világegyetem működése. De nem kell az Isten, hanem elég az ember és az emberi ész. A reformációk új utakat építettek Istenhez.
Bár a hívők többféle rituálét követnek, követik Krisztust, és követik a Bibliát. Az ember az emberész Isten fölé emelésének ideológiát egy Pléton nevű görög indította el, aki a keresztény tanításokat zagyván ötvözte Pláton filozófiájával. Az elindult erjedés az úgynevezett felvilágosodásban, illetve annak ideológiájában folytatódott, és a szabadság, egyenlőség, testvériség nevében szellemileg megalapozta az európai történelem talán legbrutálisabb diktatúráját. Ebből a gondolatkörből születtek az izmusok, azok államformái, és emberiség ellenes büntettei. De közös kapocs köztük az emberiség klasszikus értékeinek és a természeti törvényeknek a relativizálása, tagadása, kiirtása, a kultúra ideológiai befolyásolása és propaganda célokra használása. A magyar népi kultúra mindmáig megőrizte éltető ősi gyökereit. Gyümölcse édes, ízei nem hasonlíthatók semmihez. A magas művészetek követték, sokszor utolérték, többször meghaladták az európai irányzatok legszebb alkotásait. De az ősi kultúrából nőttek ki, megőrizték, átálmodták, átérezték azt az egyetemes harmóniába, de még a diszonanciát is a harmóniába. Az emberiség és a magyar nép sorsából, érzéseiből táplálkozott, azt fejezte ki, azt jelenítette meg pontosan. Ezért vált nemzetmegtartó spirituális erővé. Ha germanizálni akartak, megújult nyelven, magyar versformában magyar gondolatok születtek. A Habsburg önkény idején a magyar viselet, magyar párta, a csárdás és a palotás tették láthatóvá, amit Vörös Marti, Jókai és Arany megírt, Barabás megfestett, Liszt és Erkel a lélekbe égetett. A trianoni justizmordra halálra szállt nemzet, életképtelen kis országa brutális szellemi választ adott. Életben maradt, tudományos életét találmányokban nyilvánította ki, Nobel-díjakban is kifejezett nemzetközi hírnév övezte, kultúráját új utakat törő zeneszerzők, világhírű szólisták és zenekarok, új stílusokat teremtő építészek, sokszínű, de a fősodrában emberi, nemzeti és keresztény irodalmunk emelte az emberiség kultúrkincsévé. Az izmusok századában legalább 5 hadsereg rombolta le, legalább 5-ször lefejezték, elűzték, elnémították értelmiségét és tudósait, legalább 5 ordas ideológia tarolta le hagyományait és művészetünket, legalább 5-ször kényszerítették önfeladásra legjobbjaink egy részét. A magyar kultúra ősi időktől fogva olyan, mint a nagyon ritka, magányos, színes énekes madár. Azért szép, mert sokszínű és tarka. A fegyveres izmusok fél évszázadának totális kultúrhegemóniája után azt vettük észre, hogy az énekes madár hangja monotonná válik, színeit nem látjuk, egyetlen szín kezdi átfesteni a többit. Van arra néhány ember, aki megmondja és megmagyarázza, hogy miért. Mert a színei régiek kopottak, manapság már avittak, maradiak. A tehetség, ha nem mainstream,
középszerű, az átlag pedig jelentéktelen. Még a diktatúrának is lehet esztétikája, az esztétikumnak pedig van értéke, és ha egyetért, megbeszélés nem cáfol, már megfelel. A kultúra értelme az, hogy az emberek életét szebbé, emberivé tegye. Ez a fajta kultúra az Odüsszeiától napjainkig ezer szálon szőtte át és tette nemesebbé az emberi életet, köztük a sokszínű magyar kultúra is. Ha kiszorítva maradna, ha elvesztené színeit, ízeit, mindenki szegényebb lenne. A kultúrát szerető emberek, a magyar és egyetemes kultúra, a magyar nemzet, de az egész emberiség is. A nép akaratából megválasztott kormánynak nem feladata, hogy megszabja a kultúra irányait, nem is teszi. De alkotmányos kötelessége, hogy szuverén módon védje értékeinket, mindenkinek biztosítsa az esélyeket, saját véleménye, kultúrája megalkotását, közzétételét és gyarapítását. Főleg akkor, ha ez értékes. Ez már az önök és alkotó társaik lehetősége. Ezért jött létre a Magyar Művészeti Akadémia, és ebből a célból avatom fel az önök csodálatos, új, eklektikus alkotóházát. Alkossanak és gyarapítsanak. Emelkedik a nemzet, emelkedjék és boruljon virágba kultúrája is. Ora et labora. Köszönöm.